írva. És innentől kezdve klasszikus zenehez. Opera nagykövet népszerűsítette a magyar klasszikus zenét a Garai János Általános Iskolában Szekszárdon. Kiffer György, klarinét művész, a Magyar Állami Operaház tagja, a 8. osztályos tanulóknak tartott előadást két turnusban. Nagyon tetszett, sok új dolgot hallottam belőle, például új zeneszerzőket, új helyeket, hogy mekkora egy operaház, mikor épült a Magyar Operaház, miért jobb, mint a bécsi. Zenész vagyok. Így szerintem nekem ez fontos volt, ugye egy klarinét művész úrral tartott nekünk előadást, és így számomra ez ilyen szakmai kapcsolat is volt. Az opera nagykövet elmondta, a 2013-ban indult program célja, hogy az ország minden tájára eljusson a magyar klasszikus zene ismerete, és hogy a mostani fiatalokból opera és zene szerető generáció váljon, valamint hogy minél többen látogassanak el egy-egy opera vagy zenés színházi előadásra. Esztétikus, művészi, zenei lehetőségeket a kortól függetlenül meg kell ismerni, és most a mai világban nagyon sok hatás és modern dolog éri őket, de a személyes varázs az, hogy eljönni egy színházba, és ott átélni nem csak különböző informatikai eszközökön keresztül ezeket az előadásokat, az hát sokkal többet mond, mint akár egy sportesemény, vagy bármi olyan, ami mulandó, ez pedig egy örök élmény tud lenni. Miután Magyar Kultúra Napjához kapcsolódunk, itt a magyar operajátszás és a magyar klasszikus zene története, ami különbözik sajnos sokban az európaitól, mert Magyarország történelmi lehetőségeiből fakadóan ugye kicsit később jutott el a polgárosodásnak arra a szintjére, hogy egyáltalán itt komoly zene, opera létrejöhessen. Úgyhogy Mozart az még nem játszik itt a mi időszakunkban, de megpróbálom nekik megmutatni, hogy Erkel Ferenc meg Verdi nagyjából azonos korban és azonos szinten működtek és írták a zeneműveiket. Csak Erkel az a miénk, és hát a magyar zene és a magyar lehetőségek, a Eszterházy herceg udvara, ahol ugye már hány komoly zenét adott elő, illetve eljutunk egészen Kodáig vagy Bartókig, akik pedig a magyar népzenét ültették bele a magyar klasszikus zenébe. A kezdeményezéshez a Garai János Gimnázium az elsők között csatlakozott Naszladi Judit segédletével. Ennek a programnak a keretében, amelynek az a címe, hogy Operaház nagykövetei program, kérhetjük az operaház művészeit, klarinét művészét, hegedűsét, táncpedagógusát, akik helyszínen bemutatják a gyerekeknek egyrészt az intézményt, közelebb hozzák a kultúrát. Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy a jövő közönségét szeretnénk megszólítani, és ezt a műfajt népszerűsíteni. Kiffer György, klarinétművész egyik visszajáró vendége az előadásoknak, hiszen 2015-ben volt egy olyan országos műveltségi verseny, ahol a garaista diákok harmadik helyezést értek el, és ő fölajánlott, hogy nagyon szívesen eljön a Szekszárdi Garai János Gimnáziumban előadást tartani ilyen képességű diákoknak. De volt közte operaénekes is, Temesi Mária professzor asszony személyében, balettművész is ellátogatott az intézménybe, és mivel ebben az iskolában is tanítok, ezért adódott a lehetőség, hogy akkor ezeket a gyerekeket is ismertessük meg ezzel a lehetőséggel, és éljünk ezzel a kiváló programmal. És én úgy gondoltam, hogy azok, akik ennek az intézménynek a végzősei, ne menjenek el úgy, ne ballagjanak el, hogy egy ilyen előadásnak nem lesznek részesei. A kultúrát örökölni kell, és azt át is kell adni, de azokhoz élmények kellenek, és nem mindenki lesz lehetősége arra, hogy az újonnan átadásra kerülő Magyar Állami Operaházba eljuthasson,
és nagyon sok gyerek a kultúrát ezen keresztül éli meg, vagy ezen keresztül láthatja meg. A 2013-14-es tanévtől kezdve 7000 előadást tartottak az opera nagykövetei közel 220 településen, határon innen és túl.